Államfői látogatás, Hollókőn járt Áder János köztársasági elnök. Sajtótájékoztató, a szegénység elleni küzdelemről volt szó Bátony terenyén. Fejlesztés, 2 milliárdból újul meg a Salgótarjáni Szent Lázár megyei kórház. Ez a Híradó, köszöntöm Önöket! Az utóbbi 25 évben mindent megtettek a Hollókőn élők annak érdekében, hogy továbbra is megérdemeljék a világörökségi címet, hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a településen. Az államfő kijelentette, az, hogy egy közel 400 lelkes falu vonzó tudott maradni a fiatalok számára, hogy az elmúlt években gyarapodott az óvodások és iskolások száma, és évente 70 ezer turista keresi fel a falut, világosan bizonyítja, jó úton jártak azok, akik az utóbbi 20 évben kitartottak Hollókő eredeti arculatának megőrzése mellett. Az államfő családjával látogatott a világörökség részét képező településre. A kötetlen programon bejárta az ófalu utcáit, múzeumait, tájékozódott a helyi hagyományőrzésről, majd megtekintette a születi felvonulást is. A szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából sajtótájékoztatót tartottak Bátony terenyén, melyen részt vett a megyei közgyűlés elnöke, az MMI szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár is. A Csupafül óvodában Kovács Zoltán arról beszélt, hogy előrelépés történt az elmúlt időszakban, hiszen létrejött egy új szervezeti egység, amely kimondottan a mélyszegénységben és a halmozottan hátrányos helyzetben lévők, köztük a romák helyzetét figyeli, illetve segíti felzárkóztatásukat, egészen gyermekkortól indulva. A szegénység elleni küzdelemnek az egyik legfontosabb alapelve az kell, hogy legyen, hogy nem tüneti kezelést alkalmaz, hanem rendszertanilag nyúl hozzá azokhoz a folyamatokhoz és helyzetekhez, amelyekben a szegénység újra és újra termelődik. Emelte ki a bátonyterenyei sajtótájékoztatón az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Kovács Zoltán arról is beszélt, hogy létrejött egy új szervezeti egység, amely kimondottan a mélyszegénységben élők, a halmozottan hátrányos helyzetben lévők, köztük a romák helyzetére figyel. Az integrációs pedagógiai rendszer keretében közel 18 ezer gyermek kap ösztöndíjat, több mint 1800 köznevelési intézmény és 13 ezer pedagógus vesz részt a programban, amelyben 79 ezer halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, valamint 25 ezer óvodást tudnak ellátni. A szegénység elleni küzdelem világnapján asztalosné Zubcsák Erika, az MMI szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára, a hajléktalanokról szólva bejelentette, hogy döntöttek a téli krízisellátás pályázatairól. Ez szerint a diszpécser szolgálatra 45 millió, a budapesti régióra 186 millió, a vidéki ellátásra 145 millió forint pályázati pénzt tudnak szétosztani. Becsó Zsolt, a Nógrád megyei önkormányzat elnöke, országgyűlési képviselő arról számolt be, hogy a következő 7 év forrásainak legalább 60%-át Nógrádban is gazdaságfejlesztésre fordítják, miközben dolgoznak a társadalmi megújítási programon is. Ennek fő célja a mélyszegénységben élők számának csökkentése, a munkavállalás esélyeinek növelése és az iskolai lemorzsolódások arányának visszaszorítása. Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke elmondta, azt tapasztalják, hogy a kistérségeken belül még a leszakadó és a leghátrányosabb területek között is óriásiak a különbségek, és más-más beavatkozást igényelnek. Ezekhez kérik, és az elmúlt időszakban meg is kapták az eszközöket. Mondta, hozzátéve nagyon világossá vált, hogy ha a mindenkori kormányzat nem juttatja el a fegyvereket a végvárakba, akkor azok nem tudják felvenni a küzdelmet. Kovács Zoltán államtitkár ehhez hozzátette, nagyon fontos, hogy a források valóban a megfelelő helyekre jussanak el, szemben azzal, ahogy 2010 előtt több 100 milliárd forintot költöttek el nyomonkövetés, számonkérés nélkül. A sajtótájékoztató végén műsort adtak a Csupafül óvodások, majd a delegáció ellátogatott a helyi tanodába is, ahol úgynevezett mentorokkal, halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű gyerekeken segítenek. 150 millió forintot nyert pályázaton Bátonyterenye város önkormányzata. Ebből az összegből mély szegénységben élő családokat segítenek majd. OK és képzéseket biztosítanak számukra, és megújul a kisterenyei kastélykert melletti telephely is. Így jóval modernebb, kulturáltabb lakhatási körülményeket biztosítanak majd az ott élőknek. Mindezt a magyar állam és az Európai Unió finanszírozza.
A program részét képezte a nemrégiben megtartott családi nap is, ahol a kilátogatók többek között sportolhattak és különféle vetélkedőkön vehettek részt. Jó hangulatban telt a családi nap, melyet a kisterenyei Gyürki-Solymosi kastélyparkban rendeztek meg. A kilátogatók sportolhattak, részt vehettek különféle vetélkedőkön, és egy finom ebédet is elfogyaszthattak. Főleg azokat a családokat szólítottuk meg ezre a rendezvényre, akik itt a környező utcákban élnek, szegregátumokban élnek, mély szegénységben élnek, és nekünk szerettünk volna segíteni ezzel a pályázattal. A projekt azonban nem csak kulturális programokból áll, hanem képzéseket is biztosít a hátrányos helyzetűek számára. Az itt élők ugyanis kőműves, mezőgazdasági gazdasszony és park gondozó OK-s képesítést is szerezhetnek. Az előzetes felmérés során nagyon nagy az igény erre, hogy végre szakmát tanuljanak, és majd a munkájuk során is ezeket tudják hasznosítani. Ebben a programban könnyebben meg tudok élni a családommal, sok több helyre el tudok helyezkedni. A helyi önkormányzat 150 millió forintot nyert a programra, melynek része az úgynevezett telephelyfelszámolás is. Ennek köszönhetően a leromlott állapotban lévő házak helyett egy jóval modernebb, kulturáltabb lakókörnyezetet alakíthatnak ki az itt élők. Ezek az emberek, akik kitanulták a szakmát, ezek pályázati pénzen fel fogjuk újítani ezt a teleprészt, amik saját maguknak, saját házukat, saját anyagukból meg fogják építeni, meg fogják csinálni. Döntött a parlament, újabb rezsicsökkentés jön. Ennek értelmében november 1-től 11,1%-kal csökken a gáz, az áram és a távhő ára. Németh Szilárdnak, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselőjének erről szóló törvényjavaslatát október 14-én fogadta el az országgyűlés, 311 igen szavazattal, 16 nem ellenében, egy tartózkodás mellett. Az újabb rezsicsökkentéssel a gáz, az áram és a távhőára a tavaly decemberihez képest összesen 20%-kal esik vissza. Több mint 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Salgó-Tarjáni Szent Lázár megyei kórház. Ebből az összegből többek között új központi sterilizálót építenek ki, MR készüléket szereznek be, lecserélik az elavult eszközöket az intenzív osztályon, valamint a műtőblokkban. Egy újabb 100 milliós pályázatnak köszönhetően pedig hőszivattyúkat is telepítenek, így közel 60%-kal lesz olcsóbb a melegvíz előállítása. Összesen 4 milliárd forint kormányzati támogatást kaptak Nógrád megye kórházai. Ennek köszönhetően a Pásztói Margit Kórház 210 milliót, a Balassagyarmati Dr. Kenessei Albert Kórház 1,6 milliárdot, míg a Salgó-Tarjáni Szent Lázár megyei kórház valamivel több mint 2 milliárdot költhet majd felújításra. Nagyon-nagyon nagy öröm ez számunkra, hiszen gyakorlatilag megújul a lehetőség a Szent Lázár megyei kórháznak, több területen. Új központi sterilizálót építenek ki, MR készüléket szereznek be, lecserélik az elavult eszközöket az intenzív osztályon, valamint a műtőben. Egy újabb 100 milliós pályázatnak köszönhetően pedig hőszivattyúkat is telepítenek, így közel 60%-kal lesz olcsóbb a melegvíz előállítása. Ezek most pozitív változások, és meggyőződésem, hogy ez mindenkinek, a közösségnek lesz jó. Kinek szeretnék köszönetet mondani? Elsősorban a munkatársaimnak, a szakcégeknek, azon politikus társainknak, akik ebben segítettek. Nógrád megye megérdemelte ezt, és büszke vagyok arra, hogy megkaptuk. A 2 milliárdos fejlesztés előre láthatólag még idén elkezdődik, és várhatóan 2015 tavaszára be is fejeződik. Nőttek az átlagkeresetek, idén közel 5%-kal vihettek több fizetést haza az emberek, írja a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH felméréséből kiderül, hogy az év elejétől augusztusig a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 227.900 forint volt. A vállalkozásoknál dolgozók átlagosan 238.900 forintot kaptak, a közfoglalkoztatottak bére pedig 77.300 forint volt. Katica invázió országszerte millió számra lepték el a településeket a katica bogarak. Ráadásul nem a kedves, hétpettyes változat, hanem egy igazi csúcsragadozó, az úgynevezett harlekin katica, ami büdös és csíp is. A katicák nem csak az utcákon és a kertekben nyüzsögnek, hanem egyre több helyen a lakásokban is.
Ezen az internetre feltöltött videón az látszik, amint a harlekin katicák ellepnek egy családi házat. Repkednek a levegőben, másznak az ablakon, az ajtón, szinte mindent beborítanak. A hideg beköszöntével egyre több lesz belőlük. Ennek a férfinak néhány óra alatt több ezer darabot sikerült összegyűjtenie a rémkaticákból. A bogarakat egy zacskóba tette, majd lemérte őket. A mérleg több mint 1 kg-ot mutatott. A harlekin katica eredetileg távol-keleti faj. A különböző levéltetvek elleni biológiai védekezés céljából telepítették be Észak-Amerikába és Európába a 60-as években. Ám a faj elszabadult, és a kontinenst néhány év alatt meghódította. Az ősz beköszöntével a poloskákhoz hasonlóan ez a faj is előszeretettel húzódik be védett helyekre a hideg elől, többnyire épületekben vagy azok külső falain telel. A csoportosan berepülő rovarok nem csak puszta jelenlétükkel okozhatnak kellemetlenséget, hanem az érzékenyeknél allergiás panaszokat is kiválthatnak, sőt büdösek és csípnek is. A bejutásuk megakadályozására a legjobb, ha betömjük a nyílásokat, esetleg szúnyoghálót szerelünk fel, ám ha már bent vannak a lakásban, akkor az összegyűjtésükre talán a legalkalmasabb a porszívó. 1 millió forintra emelte a nyomravezetői díjat a rendőrség a balassagyarmati csecsemőgyilkosság ügyében. A rendőrök fél éve nyomoznak emberölés miatt, ám gyanúsított továbbra sincs. A halott újszülöttre április 22-én találtak rá Balassagyarmaton, egy erdős területen, az úgynevezett Springadombon. A kisgyermek testét rongyok közé egy műanyag szatyorba csomagolták. A szakértők szerint maximum 2 napos lehetett. A történtek után Nógrád megye rendőrfőkapitánya 300 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki, melyet most 1 millió forintra emeltek. A rendőrség kéri, hogy aki a bűncselekményről, a szülés körülményeiről, illetve az anya kilétéről információval rendelkezik, tegyen bejelentést. Megérkezett a Szentkúti kegyszobor a budapesti Szent István Bazilikába. Az új ruhába öltöztetett szűzanya szobrot a bazilika kapujában fogadta Erdő Péter bíboros, majd ezt követően a szentkúti ferencesek, valamint Palóc népviseletbe öltözött lányok, asszonyok kíséretében vitték a szentélybe, ahol a főpásztor szentmisét mutatott be. A kegyszobor a nógrádi zarándokhely felújítás idejére kapott helyet a budapesti bazilikában, ahol október 23-ától karácsonyig minden szerdán szentkúti imaestet tartanak majd. Ha minden az ütemezési tervek szerint halad az építkezésnél, akkor a kegyszobor advent első vasárnapjára érkezik vissza Mátra verebébe. A korábbi évekhez hasonlóan ismét rangos küzdősport viadalt rendeztek a salgótarjáni városi sportcsarnokban. A Fight Night Hungary amatőr ligasorozat idei nyitó állomásán nívós K1 meccseket és Muay Thai válogató mérkőzéseket láthattak a nézők. A viadalon 3 bátonyterenye is részt vett. Ringbe lépett Lőcsei Gergő, Sőregi Patrik és Kis Balázs is. Újra összegyűltek a küzdősportok szerelmesei a salgótarjáni városi sportcsarnokban, ahol látványos gálával és sikeres hazaiakkal népszerűsítették a sportágat. Immáron 4. alkalommal rendezzük meg Salgótarjánba küzdősport gálát. Itt van a évad, a szezon nyitó IFMA Muay Thai válogató mérkőzéseknek az első fordulója, ami 4-5 fordulóból áll az ország minden pontján, városaiban, és minden alkalommal hozzákötünk egy kis esti K1 gálát rendezvényt, ahol Muay Thai és K1 mérkőzéseket vívnak, ott már haladók és profi versenyzők. A legutóbbi eseményre 12 klub nevezett belföldről és külföldről egyaránt. A 30 versenyző között női indulók is voltak, sőt 3 bátonyterenye is ringbe lépett. A mieink heti 4 edzéssel és sok futással készültek a gálára. Ezek mellett fővárosi és egri klubokkal is együtt tréningeztek. Látványos mérkőzésen Lőcsei Gergőt Rácz Ádám verte pontozással, Sőregi Patrik budapesti ellenfelétől kapott ki, még Kis Balázs kiütéssel győzött. Államfői látogatás, Hollókőn járt Áder János köztársasági elnök. Sajtótájékoztató, a szegénység elleni küzdelemről volt szó Bátony terenyén. Fejlesztés, 2 milliárdból újul meg a salgótarjáni Szent Lázár megyei kórház. Ez volt a híradó, további kellemes televíziózást, viszontlátásra!